Sziasztok, Hansági Dorka vagyok, ez pedig a Fodrászinfónak a podcastje. A mai nap Szabó Ádám lesz a beszélgető partnerem, tartsatok velünk, mert nagyon izgalmas dolgok várnak ránk, úgyhogy lássuk ki is ő. Szabó Ádám Székesfehérváron született. Tanuló éveit 1995-től 98-ig Székesfehérvárott és Budapesten töltötte. Édesapja szintén fodrász volt, a mesterség alapjait ő, későbbiekben Kreisz Jenő tanította neki, immáron a fővárosban. Ezután Perina Péterhez került, majd a Deák téri Tony & Guy szalonban kezdett el dolgozni 2000-től 2006-ig, ahol a divatvilágból is ismert fodrász Herceg Csaba lett a mentora. Ez idő alatt a Tony & Guy Essentials nemzetközi tehetségkutató fotópályázatán felfigyeltek rá. Avantgárd és hajvágás kategóriában is díjnyertes munkái születtek. Ennek köszönhetően a nemzetközi csapattal immáron Art Director pozícióban kezdett el dolgozni. Közben itthon is többször választották az épivat fodrászának, 2005-ben, 2008-ban, majd aztán 2009-ben. Szalont váltott, és az Eastside Herdben folytatta mindaddig, amíg 2010-ben kikerült Trevor Sorby londoni szalonjába. Kreatív érdeklődésének köszönhetően hamarosan a Trevor Sorby Art Team tagja lett, járt a világ számos pontján, ahol bemutatókat és továbbképzéseket tartott a csapattal a fodrászoknak. Időközben megismerkedett feleségével, az amerikai származású Catherine-nel, akivel 2017-ben New Yorkba költöztek. Itt aztán Ádám szabadúszó fodrászként dolgozik mind a mai napig a legeslegnagyobb divatcégeknek és divattervezőknek. Munkája művészi, kreálmányai izgalmasak. Érdemes követni, hogyan játszik a hajjal. Fogadjátok szeretettel a vele készített beszélgetést. Mesélj kérlek arról, hogy most mi van veled, és hogy gyakorlatilag hogy telnek a mindennapjaid New Yorkban? Imádom New Yorkot, szerintem egy szuper hely. Egyébként nagyon sok szempontból nagyon izgalmas, és tényleg nagyon sok behatás éri az embert. A munkám az, hogy fotózásokon csinálok hajakat, divatfotózásokon és divathoz kapcsolódó hirdetéseken, tehát oda húzom a táskámban a hajszalont, a stúdióban, megcsinálom a modellek haját, és akkor ezt divatmagazinokban, meg hirdetésekben jelennek meg ezek az amiken dolgozom. Ezen kívül a mindennapjaim azzal telne, hogy inspirációt gyűjtök. Ugye ez a munka, ez főleg arról szól, hogy az ember tele legyen különféle referenciákkal, kulturális referenciákkal, művészeti referenciákkal, olyan dolgokkal, amivel a hajjal is tudunk egy üzenetet létrehozni, és egy üzenetet közvetíteni. És emiatt ugye a kutatás az, hogy minél több képet lássak, hogy minél több akár jelenkori vagy történelmi dolgot megértsek, és kontextusban az helyesen, ez egy fontos része, tehát ezzel telnek a mindennapjaim, ezen kívül pedig amikor nem dolgozom, akkor szeretek csak biciklizni és sétálni a városban, és csak nézni az embereket. Ugye most nálatok reggel 10 óra van, nálunk délután 4. Mit fogsz ma csinálni? Fölkeltem ma korán, és felkészültem fejben az interjúra, utána pedig biciklizni fogok elmenni, ma szabad napom van. Úgyhogy nagyon szép az idő, és sporttal fogom tölteni a mai napot. Ezen kívül van még egy-két dolgom, tehát írnom kell embereknek. Igen. Tehát ma egy egyszerű napom lesz. Mivel ugye teljesen szabadúszók vagyunk, és a munka jellegéből is egyrészt nagyon sok fotózás zajlik. Most éppen egy kicsit kevesebb persze, mert azért a Covid ezt is megviselte, ezt az egész ügyletet. De nagyon sok fotózás, és nagyon sok ember vár arra, hogy ezekre a fotózásokra őt elhívják dolgozni. Az egész nagyon gyorsan történik, nagyon gyakran az utolsó pillanatban jövünk rá, hogy dolgozunk. A fajta agilitást igényel ez a munka. De hát gyakorlatilag ez egy életmód. Tehát igazából olyan soha sincsen, hogy az ember nem dolgozik, mert az ember mindig nyitva tartja a szemét új dolgokra, és bármikor megláthat valamit, amit aztán utána használni tud. Tehát a munka soha nem áll meg. Ez a nyüzsgés egyébként mennyire hiányzott neked, mert ti is New Yorkban ugye abszolút karanténban töltöttétek az elmúlt éveteknek egy jelentős részét. A nyüzsgés igazából csak eleinte hiányzott, és utána könnyen hozzászoktam. Ugye székesfehérvári vagyok, tehát az sem egy ilyen nagyon-nagyon nyüzsgő város. Ott is történnek dolgok, de azért nincs őrültek háza, és nekem valahogy az a normális.
Tehát én nagyon könnyen hozzászoktam, és könnyen aklimatizálódtunk ehhez az életmódhoz. Ugye akkor próbálkoztunk először, akkor hívtál először, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk. Akkor már ugye 5-6 hónapja benne voltunk ezekben a lezárásokban, és ugye akkor gyakorlatilag 5 hónapig nem is dolgoztunk. És ezért is mondtam, hogy hát, hogyha kovászos kenyérrel szeretnél beszélgetni, akkor nagyon szívesen, de most hajra nem tudok olyan sok mindent mondani. Ez egy jó kis szünet volt, szerintem sok mindenkinek volt ideje arra, hogy végig gondolja a dolgokat. Rengeteg ember jött ki ebből a szünetből szuper ötletekkel, és most iszonyatosan aktíva. Ennek volt egy pozitív hozománya is. Nagyon nehéz volt, nem volt egy könnyű dolog, de volt egy jó hozománya is. Most indulgat újra az egész egyébként. Betoltottság itt is számít, és emiatt most már azért egy kicsit könnyebben veszik az emberek az egészet. És neked milyen ötleteit támadtak itt az otthon lét alatt? Tehát gondolom expert lettél kovászos kenyérben. Költöztünk is. És emiatt most itt ülünk az új irodámban, a kis stúdiómban, az ateliében, ahol mindenféle ötleteket gyártok. És amikor átrendeztem a parókás dobozomat, akkor csináltam egy anyagot, csak így magamnak lefotózgattam parókákat. Ez például egy nagyon izgalmas dolog volt, ezzel kapcsolatban jött is a fotózás. Úgyhogy ez egy jó pofa dolog volt, egy kicsit befelé tekinteni azzal, hogy mit tudunk kezdeni, amikor nem tudunk összejárni, és nem tudunk együtt dolgozni. Ez az anyag, amit az Instádon is látunk egyébként? Ezeket most így megosztogatom az Instagram sztorikban. Nem egy igazán komoly projekt, hanem ez inkább csak játék, de jó pofa játék, élveztem csinálni. Még most is dolgozom ezeken, úgyhogy lehet, hogy ez egy hosszabb tartó folyamat lesz. Mennyire hiányzott a haj, vagy a hajjal való munka, vagy inkább a közösség, illetve a csapatmunka hiányzott számodra ebben az időszakban? Nagyon-nagyon hiányzott. Nagyon-nagyon hiányzott. A feleségemnek többször levágtam a haját karantén alatt. Igazán szerelmes vagyok a hajba, és tényleg fontos nekem az, hogy emberekkel találkozzak, és hogy hajakat készítsek neki. Nagyon hiányzott, de aztán elkezdődtek a munkák sokkal lassabban. Én soha nem hagytam abba a hajvágást, nekem az nagyon fontos, meg hát ez egy kapcsolat így a valós világgal is. Nekem végig voltak vendégeim akkor is, amikor csak ezeket a fotózásokat csinálom igazából. Te szalomban is megtalálható vagy? Tehát, hogy be tudok például hozzád jelentkezni, hogyha New Yorkban vagyok? Nem, szalomban most jelenleg. Persze nem jelent semmit, mert igazából pont ez alatt, a karantén alatt jöttem rá, hogy mennyire szeretek hajat vágni. Mindig könnyedén változtattam az életemen egyébként. Most azt mondom, hogy könnyedén, persze ezek nehéz döntések voltak, de mindig képes voltam meghozni döntéseket, amikor váltást akartam. Egyszerűen csak azért, mert unatkoztam, vagy úgy éreztem, hogy máshol most izgalmasabb lehetőségek várnak rá. Ez, hogy egy évig nem tudtunk utazni, ez a honvágyat is nagyon megerősítette bennem. Nekem ugye Magyarország nagyon fontos, tehát mondjuk 10 éve költöztem el, de 10 éve kezdem magyar hírekkel a napomat, és ezt ugye egy évig nem tudtunk menni, ez azért eléggé felerősítette a honvágyat, úgyhogy ez volt még egy olyan aspektusa az egésznek, ami más volt, mint egyébként, amikor megy a munka, és értelemszerűen arra koncentrálunk. Akár évente hazajártok és hazalátogattok? Évente többször is hazalátogatok, és néha egyébként hosszabb időre, tehát van több mint egy hónapra, akkor édesanyámmal foglalkozom, a családi ügyeket intézem. Az előbb azt mondtad, hogy neked több nagyobb váltásod volt. Mesélnél kérlek ezekről, illetve arról a folyamatról, hogy hogyan jutottál el egyik változástól a másik változásra? Hát azért ez egy hosszabb történet lesz, tehát megpróbálom dióhéjban összetenni. Mint említettem, én székesfehérvári vagyok, Székesfehérvárról származom, és az első nagy váltás az volt, amikor Budapestre kerültem a Krejsz Jenő bácsihoz tanulni, amikor édesapám rájött, hogy nem bír velem, és elküldött egy barátjához, hogy hát, hogy igen, és ez egy nagyon jó döntés volt egyébként. Krejsz Jenő bácsi szerintem egy szörnyen jó fodrász volt, Isten nyugodtalja, és nagyon megszerettetett velem bizonyos dolgokat a fodrászokban. Utána pedig amikor felszabadultam, és az utolsó nyaram is eltelt, mint tanuló, egy érettségi után Budapestre költöztem, és a Tony Engelynek kezdtem el dolgozni, ugye ez is egy óriási váltás volt. Megjelenik a vidéki fiú Budapesten, ugye ebben a menő Deák téri szalomban,
csak ez egy nagyon izgalmas történet volt. Budapesten sok évet töltöttem, most is úgy gondolok Budapesten, mint az otthonom. Tehát amint leszállok a repülőgépről, és beleszagolok a levegőbe, tudom, hogy ez itt jó helyen vagyok. És aztán végül is Budapestről azért költöztem el, mert úgy éreztem, hogy még egy csomó minden van bennem, és még egy csomó mindent meg kéne tanulnom ehhez, hogy ezeket a dolgokat meg tudjam csinálni. És így kerültem végül Trevor Sorbihoz, Londonba, ahol szintén 6 évig dolgoztam, talán majdnem 7-ig is. És ugye ott is sok mindent csináltunk együtt Trevorral, meg a művészeti csapattal, szóval az is egy izgalmas életperiódus volt. És aztán végül is elkezdtem divatfotózásokon dolgozni, és akkor a divatfotózások, meg a Trevor Sorbival a különböző turnék és művészeti dolgok miatt a szalont egyre inkább elkezdtem lejteni, és akkor az utolsó időben már csak egy-két napot dolgoztam a szalonban, és akkor a többit így a művészeti csapattal töltöttem, meg ezeken a fotózásokon. És közben megismertem egy amerikai lány, akivel nagyon, nagyon egymásba szerettünk, és sokáig éltünk, tehát több évig éltünk együtt Londonban. Amikor az ő vízuma lejárt, akkor végig gondoltuk, hogy mi a legokosabb megoldás, és mivel ő New York-i, neki itt van családja, ezért úgy gondoltuk, hogy mivel ugye mindenképpen egy nagy városban kell lennünk az életünk mostani periódusában, hogy mind a ketten tudjunk érvényesülni szakmailag, azért New York tűnt a legjobb megoldásnak, mert hogy itt mind a ketten tudtuk csinálni, amit akartunk, és itt még van egy kis család is. Ez milyen érdekes egyébként, ahogy így mesélsz az életednek az egyes állomásairól, hogy mindenhol valahogy egy picit másképp kapcsolódsz a hajhoz, a szakmához. Ez egy érdekes gondolat egyébként, és teljesen igazad van, tehát való igaz, hogy én is azt érzem most így visszatekintve, hogy azért ezt a témát eléggé körbejárom. Még minden szempontból, de minden aspektusa érdekel. Tehát való igaz, én voltam, jártam fodrászversenyekre, ugye pimi koromban, tehát 17-18 éves koromban. Én a Péter készített föl, és aztán a Tony Andy-jal csináltuk ezeket a fotópályázatokat, amiből ugye sokat meg is nyertünk. Aztán ez alapján, mivel ugye megtetszett nekik a munkánk, elkezdtek hívni Londonba minket, de olyan is volt, amikor az ő csapatuk jött Budapestre. Mert már egyszerűen egyszerű volt, tehát annyira sok magyart akartak magyar hajóhajat csináljanak a kampányban, hogy egyszerű volt idehozni két angolt, vagy odavinni két angolt, mint három magyart Londonba, de hát ez is például egy óriási siker. Utána pedig a Trevor Sorbival azért szerettem volna dolgozni, mert ugye ő volt az egyike annak a csapatnak, akik annak idején a Vidász Haszonnal megreformálták a szakmát. És gyakorlatilag ő volt az egyetlen akkor, aki még aktívan dolgozott. Ugye az összes többi cégnél már a harmadik, negyedik generációs artdirektor csinált valami teljesen más, mint amit a 60-as években ugye az eredetiben, és ezért úgy gondoltam, hogyha én a 60-as évekbeli eredeti dolgokat szeretném megtanulni, akkor azt a Trevortól tudom. És ez tulajdonképpen igaz is volt egyébként. Tehát nagyon sok különböző technikát tanultam ott, és ezek nagyon hasznosak a mai napig. Nagyon szeretem a régi korok fodrászatát, ugyanúgy, ahogy a mait is. Egyébként, tehát nem ítélek el semmit csak azért, mert egy régi dolog, és mondjuk régen mások gondolkodtak a világról az emberek, hanem megpróbálom a szépségét észrevenni az adott kornak. És mindenhol van valami, ami gyönyörű. És ehhez az életpályához még az is hozzátartozik, hogy ugye te a Room, illetve a The Room magazinnak voltál a divat szerkesztője? Vagy itt... Javíts ki, kérlek. Egyik beauty editor voltam, titkos belművel karöltve, egy zseniális magyar sminkes. Barátainkkal együtt, akikkel együtt dolgoztunk fotózásokon, gyakran úgy éreztük, hogy nem csinálhatjuk azt, amit akarunk. És hogy ebből kitörve összehoztunk egy magazint. Nem az én ötletem volt, ez mások ötlete volt, de én is belecsöppentem, és végül együtt csináltuk, együtt szerkesztettük. Volt interjú, csináltam interjút Eugene Sulaimannal, persze segítséggel, mert ugye akkor nem voltam olyan jól angolul. Szóval ez is egy nagyon izgalmas projekt volt. Ott is olyan képességeket szereztem, amik aztán fontossá váltak a későbbiek folyamán. Tehát, hogy hogyan működnek együtt oldalpárok például, de akár az is, ahogy
hogy a retusálás közben a retusőr mellett ültem, és segítettem neki, hogy mit hogyan csináljon, és ezáltal én is megtanultam, hogy mi merre hányítom. Ugye Magyarországon van egy nagyon szuper retusőr, aki tényleg Diornak retusál, amióta van a fotós, aki azóta dolgozik vele, és én vele ültem ott, és hát az is egy szuper élmény volt, hogy a tőle tanulni ezeket a dolgokat. Aztán meg ez az egész dörúm dolog egy kicsit így elkezdte kinőni magát. Nem is kicsit. Igen. Megpróbáltuk azt, hogy Magyarországon minél több tehetséges ember tudja megmutatni a munkát, és aztán végül is ebből lett egy ilyen nemzetközi projekt, aminek a végén már tényleg Tilda Swinton volt a borítón, és New Yorkban fotóztuk. És akkor miért lett vége? Mert amennyire én akkor ismertem, illetve amennyire most így utána tudtam egy kicsit járni, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon cool dolog volt, és egy abszolút hiánypótló. Egyszerűen az, hogy azok az emberek, akik ezt elkezdték csinálni, először ugye én költöztem el, utána Pellaki Márton, aki a képszerkesztő volt, és nagyon sok képet is készített, költözött New Yorkba, vagy fordítva, erre nem is emlékszem, de való messze, melyikünk ment hova előbb. Ugye úgy alakult az embereknek a karrierje, hogy a Room már nem fért bele úgy, hogy olyan minőségben készüljön el, amilyen minőségben ennek értelme van. Az internet világában élünk, mennyire van és lehet létjogosultsága például egy ilyen magazinnak? A nyomtatott magazinok kora, mint hírhordozó, valóban lejárt. Tehát sokkal egyszerűbb felmenni Instagramra, és megnézni azoknak az embereknek, akiknek ezeknek a magazinoknak a kontribútorai, hogy mit csináltak, mint elmenni a magazinboltba, és megvenni az összes magazint, és átnézegetni őket. Tehát az valóban lejárt, hogy szaladtunk a belvárosba megvenni az új Vogue-ot, amikor kijött, meg a Dazed & Confused-ot, meg az ID-t, hanem valóban mindenki csak fölmegy a telefonjára. De pontosan ezért a nyomtatott sajtó szerepe inkább megváltozott, tehát egy luxus termékké vált, vagyis inkább egy kulturális termékké, hiszen azok az emberek vásárolják meg, akik ki akarják tenni az asztalukra, hogy az áthívott vendégek lássák, hogy milyen jó az ízlésük, vagy azok az emberek, akik támogatni szeretnék a gyártókat, a készítőket, vagy azok az emberek, akiket ez tényleg annyira érdekel, hogy ők ezt szeretnék megvásárolni. És emiatt lett egy ilyen luxus hangulata, vagy egy ilyen kiválasztott emberek hangulata a nyomtatott sajtónak. Tehát való igaz, hogy nem hírhordozásra használjuk. Ha most kinyomnátok a következő számot, akkor mi az, amit biztosan beleraknál? Fú, ezt nem tudom megmondani neked. Egyrészt nem is csak az én ötleteim számítanának, tehát ez egy hosszabb folyamat eredménye lenne. Ez nagyon sok aranymosó folyamaton átmenne. Tehát több ember véleményén átbeszélnénk sokszor. Milyen ötletekkel állnál elő? Hát ez, erre a kérdésre nem készültem fel. Egy hetet kérnék erre, hogy ezen elgondolkozzak. Ugye nyilvánvalóan először is a magazin szerepét kellene megszilárdítani, tehát hogy mi a koncepció, és akkor onnantól jöhetnek az anyagok. Mennyire tekintesz amúgy haza, tehát a hazai fodrászok munkáját, munkásságát, most nem csak itt a karantén alatt, hanem összességében mennyire követted a magyar fodrászoknak a munkáit? Amennyire tudom, figyelgetem a fodrászokat, persze így Instagram alapján, meg hát a te oldaladon is látom a nyüzsgést, úgyhogy figyelem. Hát zseniálisak a magyar fodrászok. Magyar fodrászok tényleg jó. Ugye ennek egy ilyen sok generációs oka van, tehát itt nagyon sok fodrász hozott igencsak jó tudásokat külföldről. Eleve nem voltak rosszak szerintem a magyar fodrászok, tehát ha megnézzük a régi vizsgakövetelményeket, szerintem az egy nagyon jó fodrászok amúgy. Máshogy vágunk azóta hajat, de ami például stylingban, nem is tudom, hogy van egy jobb magyar szó, volt vizsgakövetelmény Magyarországon, az szerintem egy kiváló tudás. Tehát kezdve a vízhullámtól tényleg az összes többi. Ugye a hajsütővas használat, több különböző technika.
régi módi volt, de nem volt rossz szerintem. És akkor ehhez kapcsolódik be ugye az a rengeteg ember, aki járt külföldre, és hozta a különböző cégektől a különböző technikákat, amik aztán mind beépültek ugye az ilyen szemináriumok alapján a magyar fodrászatban. Tehát tényleg ez van, amikor ugye az utolsó, egyik utolsó show, amit a Trevor Sorbival csináltunk, az pont Budapesten volt. Ott is az összes kollégám azt mondta, hogy hú, hát azért ezek a magyar fodrászok nagyon jók. Tehát talán Tom Connell mondta, mert ugye őt hoztam el, ugye akkor én már láttam, hogy ő mennyire tehetséges. Ő is azt mondta, hogy hát egy-két ember az így konkrétan átsétálna egy felvételi vizsgán a Sorbinál. Trevor Sorbival sok országot megjártam, több országot is, Európában. És hát mondjuk égésföld Magyarországon szemináriumot, gyakorlati szemináriumot tartani mondjuk Spanyolországhoz képest tudásban. Hová helyeznéd a magyar fodrászokat, vagy mi a tapasztalatod ezzel? Nem lehet általánosítani semmivel, meg hát ismerjük a kivételeket, stb. De hogy azért azt érzem, hogy magyar fodrászok szerintem tök jól tudnak hajat vágni. Ez mindig van hova fejlődni, meg hát pont azért tudnak jól hajat vágni, mert elmennek ezek a szemináriumokra, és együtt ott gondolkoznak a hajon, ami ugye a legfontosabb. Te még jársz egyébként képzésekre? Londonban utolsó pillanatig mentem szemináriumokra, érdekelt is, meg hát a kollégáim, barátaim is dolgoztak rajta. Tehát amikor én már nem csináltam ezeket a projekteket annyira, akkor is még így elmentem megnézni, hogy a többiek mit csinálnak, meg hát kíváncsi is vagyok. New Yorkban bevallom őszintén még nem voltam, de szerintem itt Amerikában nincsenek is ilyen európai szintű fodrász megmozdulások, illetve ha vannak, akkor azok hát másokból lennének érdekesek. Különleges jellege miatt mennék el, hogy ilyet is lássak. Vajon miért nincsenek? Mert egyszerűen más a fodrászat kultúrája, tehát az nagyon sokat számít, hogy a legtöbb olyan hajtechnika, amit ma is használunk, azt a fajta hajtípusnak szóló fodrászkodást jellemzi, amilyen a tiéd is, meg az enyém is. Tehát itt most nem a négyes típusú afrikai hajra gondolok, hanem minden másra. Ebbe beletartozik a Vidal Sassoon-féle hajvágás, beletartozik a laza hajvágás, beletartozik a hasütővasak különböző használata, vizes hajjal való dolgozás, aminek ugye a legalapvetőbb példája mondjuk a Marcel vízhullám, de hát ezt természetesen lehet máshogy is használni, meg másra is. Ezek mind hát innen jönnek, innen származnak. New Yorkban még az is ugye borzasztóan érdekes, hogy a modellek is a világ minden tájáról vannak. És hát ez teljesen más csontszerkezeteket jelent, teljesen más hajtípusokat, és hát bizonyos hajtípusoknál ez egy teljesen más szakma, amit teljesen más emberek csinálnak mesterszinten, mint akik egyébként más dolgokat. Tehát ez egy nagyon izgalmas, forradalmi dolog történik most azzal New Yorkban, hogy egyre több fekete fodrászt hívnak el ilyen fotózásokra, ami szerintem tök jó. Az ő fodrászatuk is egy fodrászat, és ez olyan szinten nem volt megmutatva, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog látni, ahogy ez így most befolyik a fodrászokban. Amerikában is, akik nagy sztárok lettek, főleg így a 60-as, 70-as, 80-as években, azok ugye mind Angliából Vidal Sassoonnal, vagy abban az időben mentek eredetileg Amerikába. Ez, hogy ennek van egy ilyen központi jellege, főleg Londonnak, ugye nyilvánvalóan a hajvágások miatt. Mert ugye abban érdemes belegondolni, hogy a 60-as években, ami ugye lezajlott, ugye ez az egész reformáció a fodrászatban, ugye Vidal Sassoonnal, hát az egy óriási nagy dolog volt. Nem egyedül csinálta persze, meg ő is tanulta a Tizi Bizitől, ezt le is írja a könyvében, hogy hogyan kell pontosan vágni. Szabászatból vette át elemeket. Tehát az, hogy panelekben gondolkozunk, hát ez volt az ő ügye, de hát ezzel sikerült megreformálni a fodrászatot, hiszen manapság tényleg mindenki így vág. Kivéve az, aki már direkt nem vág úgy, hogy ne olyan legyen. Miatt nagyon sok jó fodrász egyszerűen mágnesként vonzotta őket London. Nem például a Guido Palau, vagy aki ugye hát a legnagyobb szupersztár a fodrászatban, aki a styling fodrászatban. Tehát egyszerűen Londonnak lett emiatt egy ilyen központi jellege, és onnan szélednek szét aztán azok a fodrászok, akik a világ különböző tájain dolgokat csinálnak. Mit gondolsz, hogyha te nem töltöttél volna előtt 6 évet Londonban, akkor ma is ugyanezzel a tudással rendelkeznél, vagy azért az ott
töltött évek abszolút meghatározó jelleggel vannak. Abszolút meghatározó jelleggel vannak, hanem ez egy teljesen más jellegű dolog mondjuk felmenni YouTube-ra, és ott megnézni, hogy valaki hogy csinál haját. Meg az, amikor valakinek üzleti érdeke az, hogy te azt meg tud csinálni. Én tényleg nagyon sokat tanultam mondani. Előtte sem voltam egy rossz fodrász. Stylingolni már édesapámtól megtanultam, haját vágni már Kelszínőtől, Herceg Csabától megtanultam, de azért nem tudtam úgy haját vágni, mint mondjuk a 60-as években a Vidász Aszondál. Meg hát ugye, amikor Trevorral elkezdtem dolgozni, még Angelo is ott volt. Tehát Angelo szeminárával együtt dolgozni is egy izgalmas dolog. Mi barátok is lettünk, mai napig hívjuk egymást. Ugye az ő ötletei is nagyon különlegesek, meg az ő gyűjtései is, amiket így megtalál, azok is nagyon izgalmasan különleges ötletek. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy persze nem lennék ugyanaz a fodrász, hogyha nem lett volna London. Úgyhogy igen, más, hogy gondolkozom a hajról, de ez nem jelenti azt egyáltalán, hogy elvetném azokat a dolgokat, amiket mondjuk a Trevor Sorbiban nem szeretnek használni. Nem változtatott meg teljesen a Trevor Sorby, illetve igen, csak egy-két évig, aztán utána folyamatosan újraépítettem saját magamat, és nyitottam újra a világra. Nagyon sokat tanultam ott, meg nem csak tőlük, hanem természetesen más helyzetekben is, tehát mondjuk amikor divatsókon dolgoztam, különböző fodrászokkal, nagy márkáknak, akkor is ott is nagyon sokat tanultam, nem csak hajról, hanem hogy hogyan lehet megszervezni egy ilyesmit, hogy milyen típusú kvalitásokra van szükség ahhoz, hogy az ember egy ilyen helyen dolgozzon, ugye? Az egy nagyon érdekes aspektusa ezeknek a váltásoknak. Azt érzem, hogy talán minden fodrászathoz egy kicsit más típusú személyiségre van szükség olyan szempontból, hogy mondjuk amikor hajat vág, az ember, akkor egyetlen ember fontos igazából, és az a kliens, ugye? Tehát, hogy ha a kliens boldog, akkor mi is boldogok vagyunk, mert megy az üzlet, és minden rendben van, de közben nekünk is van egy indítatásunk, hogy hát azért az a branden belül jó legyen, meg hogy olyan legyen, amit mi csinálunk, mert nyilván azért lettünk fodrászok, hogy ne egész nap számokat kelljen kapirgálni egy papírra, hanem hogy a barátainkkal legyünk, és egész nap önmegvalósítsunk. Amikor viszont mondjuk divat fotózásról van szó, akkor viszont az már sokkal kevésbé számít, hogy érzi magát a modell. Persze fontos, mert hogyha ő rosszul érzi magát, akkor a képeken is úgy fog kinézni, mint aki rosszul érzi magát, de az még nem a fotósnak, meg a stylistnak. Tehát, hogy az egésznek van egy ilyen sokkal nyitottabb és több oldalról megközelíthető dolga. Volt egy történet, amit nagyon szerettem. Egyik első ilyen divacsó volt, amikor dolgoztam, és ott a fodrász úgy nyitotta, amikor összejött az asszisztensi csapat, hogy elmondta, hogy ő mit szeretne másoktól látni, és a két legfontosabb dolog az volt, hogyha valamit nem értesz, akkor lép vissza, nem probléma, tehát nem lesz ciki, hogyha azt mondod, hogy bocs, de nem tudom, hogy mit akarsz, lép vissza, segíts másoknak, mondd, kétszer-háromszor megnézed, meg fogod érteni, és a másik dolog, amit mondod, hogy senki ne akarjon itt most csillogni, mint fodrász. Tehát, hogy nem arról szól, hogy most te legyél a legjobb fodrász, hanem arról szól, hogy mi egy csapatban létrehozzuk, megcsináljuk azt, amit előre kitaláltak ezek az emberek. Ugye azért teljesen más jellege van annak, amikor a szalomban előtted ül egy ember, és akkor ott egy bizonyos pénzösszeget fizet ezért, mint amikor melletted ott van 40 modell, 15 öltöztető, kibérelték a helyszínt, van 20 minkes, 20 fodrász, tehát teljesen más felelősség, akkor kipróbálgatni mondjuk olyan dolgokat, amikben még nem vagy biztos, mint akkor, amikor mondjuk egy vendég, aki már 10 éve hozzád jár, és azt mondod neki, hogy figyelj, kipróbálnék egy újat a hajadon, és azt fogja mondani, hogy persze csináld, és meg hogyha nem sikerül úgy, akkor is azt fogja mondani, hogy hát ez most nem tetszett annyira, és akkor mi van, tudod? Tehát ezt mondjuk nem tudod megcsinálni, tehát azért mondjuk, amikor egy sampon reklámon éppen rosszul gondolod, hogy mit szeretnének az emberek, ez nem egy megtörtént történet, most ezt kitaláltam, és mondjuk bevakszolod a hajat, és akkor ők meg pont tiszta jó hajat akarnak, szép hajat, szállós hajat akartak volna, tehát akkor az összes kamera mennek a fizetésért, vagy a felelős. Úgyhogy ez egy teljesen másik történet. És ebben például ez utóbbiban, amit meséltél, mennyire van meg a te kreativitásod? Megvan az a fajta lehetőséged, hogy beleszólj, hogy mi legyen a végeredmény, vagy kapsz egy forgatókönyvet, és
napban kell elkészítened a legjobb, általad legjobb munkát? Egy dolog van, illetve sok olyan dolog van, amiben hasonló a két aspektus a fodrászatnak, de az egyik az a bizalom. Tehát amikor új emberekkel dolgozom, akik még nem hallottak rólam, teszem azt, akkor nyilvánvalóan kevesebb mozgásterem van, mint amikor már több egyére dolgozunk együtt, és direkt azért hívtak oda arra az adott munkára, mert az én stílusom fog jól állni az adott munkára. Akkor persze sokkal több lehetőségem van arra, hogy ajánljak és kipróbálgassak dolgokat. Gyakran előfordul az, hogy a szalomban egy vendég valami olyasmit szeretne, amit ő nem tud magának megcsinálni. És ezért, tehát ez most a styling, ugye a szárítás, meg ahogy, hogy formázzuk a hajat, arra gondolok. És emiatt a szalomfodrászok nagy része arra van kárhoztatva, hogy mindig megváltoztassa a hajat az eredeti textúrájából. Tehát ugye mindannyian kihúzzuk a vendég haját, begöndörítjük, kicsit besütjük. Hát úgy nézzen ki, mint aki a fodrásztól jön, nem, mint aki a fodrászhoz megy, ugye? De hogy mondjuk ez fotózásokon egyáltalán nem működne, hiszen egy fotózáson gyakran egy olyan embert fotózunk, aki egy valós karakter. Tehát mi egy valós karaktert szeretnénk megvalósítani, és nem feltétlenül szárítja be mindenki a haját, sőt, ugye most az egy nagyon divatos nőtípus, aki nem foglalkozik vele annyit, és ezt próbáljuk leképezni, és emiatt megtanultam a hajjal dolgozni a természetes állapotában, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert teljesen szembe megy mindazzal, amit a szalonban csinálunk. És azért azt is gondolom, hogy ez sok embernek lehet, hogy egy kicsit így érthetetlen is, hogy mi zajlik egy fotózáson. De amikor egy divatanyagot nézünk, ugye az a legfontosabb, hogy milyen üzenet jön át az adott szereplőről. Tehát nem feltétlenül akarjuk mi, hogy a legszebb legyen az az adott ember, ahogy kinéz, hanem gyakran ugye egy üzenet van, egy hangulat, amit szeretnénk átadni ezekkel a dolgokkal. És emiatt nagyon gyakran csinálok teljesen természetes hatású hajakat, amik valójában nem természetesek egyébként, tehát tele van persze hajhabbal, az rendesen át van szárítva, hiszen ha természetes lenne, akkor azonnal, hogy meglóbálná a hajat, azonnal kijönne a rossz hajtő, stb. Egyszerűen nem tudna úgy mozogni a haj, és ez is önmagában egy, majdnem, hogy egy új szakma volt számomra, hogy a természetes hajjal dolgozzak úgy, hogy a végeredmény természetes hatású legyen. És közben úgy működjön, mint ami teljesen meg van csinálva. Tehát úgy mozogjon a tövem, úgy mozogjon a haj, mint hogyha ki lenne húzva egyenesre, vagy mint hogyha először átszerítottuk volna, és utána sütöttük volna be. Ez a fajta fodrászat az a benyomásom, hogy olyan egy kicsit, mint a tai chi. Ugyanis a hajnak a meglévő energiáit használja, és nem az ellen dolgozik. És ez volt még egy olyan érdekes aspektusa a fodrászatnak, amit nagyon elkezdtem élvezni, attól függetlenül, hogy aztán a végtermék az egy nagyon visszafogott, és egyáltalán nem hangos eredmény, amit lehet, hogy egy csomó észre sem fognak venni. De valahogy mégis azt érzem, hogy a legszebb dolog, amit el lehet érni egy adott emberrel, az pont ez, amikor a saját hullámait, a saját haját hangsúlyozza ki az ember úgy, hogy ő önmaga marad, csak egy sokkal jobb verziója önmagának. Még annyit mondjál kérlek, hogy amikor New Yorkba mentetek, ugye kicsit puskázom, 2017. május 7-én, tehát ez ahogy végigkövettem az életedet, amennyit így találtam, a május nálad mindig meghatározó, tehát mindig ott történik valami kis változás. Tehát 2017. május 7-én megérkeztetek Londonból New Yorkba. Milyen volt az a nap? Hát beültünk a taxiba, hazacipeltük a négy táskát, vagy nem tudom mennyi volt nálam, és aztán elkezdtünk kipakolni, de fárasztó volt. De ez egy annyira hosszú folyamatnak volt az eredménye egyébként, hogy persze üdítő is volt, egy jó érzés volt, hogy sikerült, ugye sokáig tart a papírmunkát is elvégezni. Ugye itt több országban éltem már, tehát több országból kellett begyűjteni mindenféle papírokat. Úgyhogy tulajdonképpen egy felszabadító jó érzés volt az, hogy megérkeztünk. És akkor az első fodrászmunkád New Yorkban az mi volt?
Az első fodrász munkám New Yorkban a Donna Karennek volt egy hirdetés. Ez egy izgalmas kérdés, olyan, mintha én is ugtam volna egyébként, mert egy tök jó sztorim van róla. Ugyanis az történt, hogy az art direktor egy kedves barátomnak volt a barátnője ezen a munkán, a fotós feleségét, aki stylist Olaszországból ismertem, a modellt Párizsból ismertem, és a stylistot pedig Londonból ismertem, ugyanis Londonban az első fotózásomat ezzel a stylisttal csináltam, csak utána New Yorkba költöztem. És azt gondoltam, hogy hát tulajdonképpen nem költöztem el sehova. Milyen New Yorkinak lenni? New Yorki vagy már? Persze, hogy New Yorki vagyok, itt élek. Itt élek, ismerem a környező utcákat, nem tévedek el biciklin, tehát ilyen szempontból New Yorki vagyok. Nagyon jó New Yorkban élni, mondjuk azért ezt így egy év ilyen lélegzetben tartás után egy kicsit nehéz lelkesnek lenni, mert hát azért tényleg bezártak az éttervek, mert nem lehetett múzeumban se járni, meg semmi. Úgyhogy az elmúlt egy év az tulajdonképpen olyan volt, mintha vidéken éltünk volna, mert több időt töltöttem a parkokban, mint bármilyen más létesítményben. Amúgy pedig egy nagyon izgalmas dolog, mondjuk azért nagyon sok is tud lenni, tehát az első pár hónapban nekem volt olyan, amikor egy hétig egyszer vagy kétszer hagytam el a házat. Egyszerűen annyira sok információ jön be, hogy hát ahhoz hozzá kell szokni. New York szörnyen izgalmas olyan szempontból, hogy hatalmas szabadságot engednek egymásnak az emberek, nagyon-nagyon tisztelik egymást az emberek. Tehát, hogy azt hittem először, hogy ez valami fajta ilyen nem érdekelmség, de valójában nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igen, mindenkit idegesít, hogy a srác üvölteti a zenéjét a metrón, de nem fog neki szólni senki, mert hát ő ezt szeretné csinálni. És az ő dolga, mert hogy csinálja. És ez egyfajta tisztelet. Tehát először nekem úgy tűnt, mintha valami törött lenne ebben a társadalomban, de aztán rájöttem, hogy csak egy teljesen más hozzáállás. Mindenkinek van egy bizonyos fokú szabadság, és amíg tényleg nem árt másoknak addig, mert hogy amikor aztán láttam olyan dolgokat, olyan eseményeket, ahol tényleg valami ártásra került a sor, ott viszont már az emberek is felálltak, és azt mondták, hogy na, akkor ezt most már lehet. Tehát ez egy érdekes, egy más kultúra ilyen szempontból. Az is egy érdekes dolog, hogy a világ minden tájáról vannak itt emberek, akiket ugye senki nem kéri meg arra, hogy viselkedjenek máshogy, vagy hogy öltözködjenek máshogy. Tehát mész az utcára, és az afrikai hölgy a fején viszi a mosnivalót, és mellette ott van a savonyi szerzetes, meg a kínai öregek, akik tájcsíznek a parkban, és ez jól működik. El tudod képzelni, hogy ez a világ beköszönt mondjuk itt Magyarországon, amiről most mesélsz? Hát ez annyira központi kérdés manapság, szerintem így a közbeszédben, hogy ez egy annyira durván átpolitizált kérdés, hogy így feladtad a leckét, hogy erre így hogyan válaszoljak úgy, hogy az én válaszom ne legyen az. Az az érzésem, hogy szerintem a világ az színesen szép, és egyáltalán nem baj, hogyha valakik mások, meg máshogy döntenek, meg nem ugyanolyan lesz minden a végén, tehát benyomáson. De hogy szerintem mindenki eldöntheti azt, hogy milyen világot szeretné, és szerintem az tök izgalmas, hogy így lehet utazgatni, és akkor így, tudom én, Magyarországon beül az ember egy autóba, és elmegy mondjuk vezet másfél-két órát, és akkor egy teljesen másik országban van, ahol teljesen máson ilyenek az épületek, meg az emberek, szerintem az tök jó. Meg más a kaja, meg ilyenek, tehát ez nem egy rossz dolog. Hogyha valamit üzenhetnél a magyar fodrászoknak, maradjunk a fodrász témakörnél nyilvánvalóan, akkor mi lenne az? Hogy keep up the good work, ugye van ez az amerikai kifejezés, vagy a angol kifejezés, ugye, hogy folytasd a jó munkát, de szerintem ez egy tök jó dolog, hogy Magyarországon vannak emberek, akik oktatnak, akár élőben, akár online, megmutatják az ő tudásukat, és ezt megosztják másokkal, és ebből létrejön egy ilyen közösségi tudás, hogy szerintem ezt érdemes tovább nyomni, egyszerűen azért, mert hát jó, meg működik, meg hát így lesz mindenkinek jó a helye a végén, meg így lesz egy saját dolog belőle a végén, tudod, amire aztán majd értelemszerűen büszkének lehet lenni. Ezt tudnám üzenni, meg az, hogy maradjanak nyitottak, semmit sem szabad elítélni, mert lehet, hogy ami nem tetszik ma, az már holnap megtetszik. Tehát nekem nagyon sok olyan dolog van az életemben, ami 17 évesen utáltam, gyűlöltem, aztán 25 évesen a kedvenc hajam lett.
Tehát ez simán lehetséges. Szabadon próbáljunk megdolgozni. Tehát ezek a szabályok, ezek jók, mert segítenek elérni bizonyos dolgokat, amiket lehet, hogy csak úgy lehet, de azért az sem jó, amikor ez a tudás ez nagyon meghatároz minket. Tehát érdemes ebből tudni kilépni is, és kipróbálni új dolgokat, és nem feltétlenül. Tehát például nekem nem tetszik az, amikor különböző fodrászcégek meghatározzák, hogy nem használhatsz ilyen-olyan kefét, vagy ilyen-olyan ollót, vagy ilyen-olyan haj beültetés, mert hát egyszerűen azzal csak saját magadnak szabsz határokat. Tehát, hogy azért, mert mondjuk ritkító ollót mások nem használnak jól, hanem mondjuk lehet, hogy rosszul, ezért nem feltétlenül kell betiltani a szalomban a ritkító ollót, hanem lehet, hogy el kell rajta gondolkozni, hogy ritkító ollót hogyan lehet jól használni, érted? Ez mondjuk pont egy ilyen Trevor Sorby példa, tehát ez mondjuk egy megtörtént eset, hogy ez volt ugye. Trevor Sorbynek már egy ilyen különbsége az szaszonhoz képest, hogy azt mondta, hogy hát ha bárhogy lehet fajat, amíg a vendég nem panaszkodik, addig az jó. És hát ezért van talán az, hogy hát ugye a Sorbytól azért elég sok tehetséges ember jött ki, akik aztán elég más dolgot csináltak, mint előtte a fodrászatban mások. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk tartott. Örülök, hogy beszélgetünk, és köszönöm a meghívást, és remélem, hogy a fodrászok is, akik nézték, élvezik a beszélgetést. Én mindenkit üdvözlök, és sok szeretetet küldök mindenkinek. Köszönjük szépen! Köszönjük! Minden jót! Szia!